Hogyan ismerkedtetek meg? Teológián ismerkedtünk meg, közösen jártunk az egyetemre, és hát egyszerre kezdtük a lelkészképzést ugyanazon az évfolyamon, így ismerkedtünk meg. Ez Budapesten van a főiskolátok? Igen, az Evangélikus Hittudományi Egyetemre. Egyetem, bocsánat. Igen, igen, jártunk mind a ketten lelkész szakra, és hát a pilistrabai csendes napon találkoztunk először, amikor ami tulajdonképpen a teológus hallgatóknak az első ilyen közös, hát a gólyatábor tulajdonképpen. Akkor egyből az elején? Egyből az elején ismerkedtünk meg, és aztán nagyon jó barátok voltunk sokáig, legjobb barátok. És nagyon erősen hittünk abban, hogy a legjobb barátság az nem fog átalakulni szerelemmé, és azt hittük, hogy ez így működik, legjobb barátokként. De aztán rájöttünk, hogy férfi és nő között, vagy fiú és lány között nincs igazi barátság. Erre jöttetek rá, és ezt valljátok a mai napig? Hát egyébként, szerintem olyan nagyon mély barátság tényleg nincsen, mert az előbb-utóbb átalakul valamilyen vonzalommal. Ez mennyire általános egyébként, hogy a lelkész hallgatók így ismerkednek egymással, mint férfi, a nő is, és akár házasságok szövődnek belőle? Azt gondolom, hogy ugyanúgy működik, mint mindenhol máshol a világban, hogy mivel a lelkészikarnak is a fele, illetve a teológiára járó lelkész hallgatóknak is a fele férfi, fele nő, ezért tehát így oszlanak meg az arányok, ezért erre van esély, hogy ugyanazon az érdeklődési kör mentén, vagy ugyanazon hitrendszer, vagy hitértékek mentén azért egymásra találnak a teológus hallgatók könnyebben. Van egy pár lelkész házas pár, nem mondom, hogy sok van az egyházban, nem tudnék most így számot mondani, de azért van egy pár, és az mindig nagyon speciális helyzet a lelkész házas párok esete. Egy gyönyörű, gyönyörű dolog az, amikor az embernek a felesége is, vagy az én feleségem is pontosan ugyanazt csinálja, amit én, mert érzi a rezdülésemet, nem kell neki megmagyarázni, hogy most mi történik velem, nem kell neki megmagyaráznom, hogy miért tart egy presbiteri ülés ilyen sokáig, nem kell neki magyaráznom a hitbeli válságaimat, vagy a munkámmal kapcsolatos kérdéseimet. Tehát ugyanazokon a dolgokon megyünk át, segíteni tudjuk egymást. De akkor azt mondjátok, hogy ez viszonylag ritka, hogy lelkész és lelkész köt házasságot? Ezt mondhatjuk? Nincs olyan nagyon sok lelkész házas pár szerintem. Nincs olyan nagyon sok lelkész házas pár. Akad egy pár az országban. Szerintem ők külön, hogy mondjam, ilyen külön kategóriát képeznek, hiszen ők mindig csak együtt tudnak egyik helyről a másikra menni. Tehát nekik az a nehézségük a munka találásban, vagy a gyülekezet találásban, hogy ők csak olyan gyülekezetbe tudnak menni, ahol kettő vagy annál több lelkészt szeretne alkalmazni a gyülekezet. Van persze kivétel is olyan esetekben, amikor két közeli faluban szolgálnak egyszerre a lelkész házaspárok, vagy valamelyik a házaspár valamely tagja nem lelkészi munkát végez, hanem teológiai munkát. Hitoktató. De ugyanakkor nagyon gazdaságosak a gyülekezetnek, mert csak egy lakást kell fenntartani számunkra, hogy két lelkésznek egy lakás, azért az így elég jó. És ráadásul még van egy szuper ereje ennek a dolognak, méghozzá az, hogyha konfliktus van, ami egyébként nyilván, mint hogy bármilyen más munkahelyen a lelkészek között is előfordulhat és elő is fordul, akkor egy házas párnak muszáj ezt megoldani, akár még este is, este 9 után, ezt egy civil kollégával, vagy egy nem házas pár kollégával azért annyira nem vagyok kénytelen megoldani. De ahhoz, hogy a házasságunk is jól működjön, ahhoz munkatársként is jó kell, hogy működjünk. Ezért kénytelenek vagyunk megoldani a munkában jelentkező esetleges konfliktusokat is. Mikor házasodtatok össze? 2016-ban házasodtunk össze. Akkor már a hátunk mögött volt két hosszabb ösztöndíjas időszak. Patrik volt fél évet Finnországban, én egy évet Németországban, és akkoriban így, hát milyen távkapcsolatban éltünk, meglátogattuk egymást, meg az nem volt könnyű időszak, de aztán, mikor mind a ketten hazatértünk, akkor utána összeházasodtunk. És akkor attól kezdve együtt vándoroltok helyről helyre, ha jól értem.
egy nagyon, nagyon eseménydús nyár volt az a 2016-os, mert akkor szenteltek engem lelkészé, és a lelkész szentelés után két héttel volt az esküvünk, és utána két héttel később meg nagyjából költöztünk az első püspök által kijelölt szolgálati helyére, Pécsre. Tehát így egy nyár alatt, így másfél hónap alatt gyakorlatilag minden lezajlott, ami egy nagyon mozgalmas és bizonyos szempontból megterhelő nyár is volt. Persze rendkívül sok örömteli esemény ért bennünket akkor. Ugye 7 évet töltöttetek aztán Pécset, hogyan emlékeztek vissza erre a 7 évre? Többek között akkor született 3 lányatok is, ha jól tudom. Így van. Nekünk Pécs mindig nagyon fontos helyet fog elfoglalni a szívünkben, azt gondolom. Az első hely az tényleg az olyan, mint az első szerelem, hogy így minden nagyon tetszett, és így nagy lelkesedéssel vetettük bele magunkat a munkába. Ugye ott születtek a gyerekeink, szóval az tényleg nagyon-nagyon különleges hely volt számunkra Pécs, és nagyon szerettünk ott lenni. Mivel mind a ketten az Alföldről származunk, ezért olyan volt, mint egy 7 éves nyaralás. Igen, tényleg. Pécsett egyébként milyen az evangélikus élet, vagy milyen evangélikus gyökerei vannak ennek a városnak? Pécsnek a gyülekezet összetétele hasonló a Kecskemétihez, tehát ilyen szempontból nem ért bennünket nagy meglepetés a kecskeméti gyülekezetbe való megérkezésünkkor. A gyülekezet, illetve struktúráját tekintve eltérő, de ebbe egészen könnyen bele tudtunk tanulni a különbségekbe. Hogyan kerültetek aztán Kecskemétre tavaly nyáron? Igen. A gyülekezet meghívása alapján, tehát érkezett felénk egy ilyen meghívás, hogy gondolkodjunk rajta, hogy szeretnénk esetleg idejönni lelkésznek. Ugye az elődünk Kis János, ő 34 évig volt a gyülekezet lelkésze, és ő már korábban jelezte, hogy nyugdíjba fog menni, és hogy ránk gondolt, hogy gondolkodjunk rajta, hogy esetleg lenne kedvünk. És nekünk igazából, tehát mi Pécsről nem nagyon akartunk elmenni sokáig, mert mindig beszélgettünk Patrikkal, hogy mi lenne ez a hely, amit el tudnánk képzelni, hogy Pécsről oda költözünk, és mindig arra jutottunk, hogy sehova, mert hogy mi Pécsen annyira szeretünk lenni. De hogyha mégis, akkor esetleg Kecskemétre, és akkor így, ez már korábban volt. És a szolgálatunk elején rögtön erre jutottunk, hogy egyetlen város azért mégis lenni, és egy gyülekezet, hogyha onnan megkeresnek, akkor nagyon erősen elgondolkodnánk. És mivel ez megtörtént, ez a megkeresés, ezért valahogy ezt így jelnek, vagy Isten vezetésének tekintettük, hogy akkor most nekünk itt folytatódik a megbízatásunk. És mi volt ennyire vonzó Kecskemétben, hogy ezen gondolkoztatok, hogy ha valahova, akkor ide? Nekünk Pécsen egy kicsit az volt a problémánk, hogy nagyon messze voltunk a családunktól. Mindenki Pesten és a környékén él a családunkból, és mivel hogy pici gyerekeink vannak, ezért így a nagyszülői segítség, nekünk ez így mindig hiányzott, amíg ott éltünk, és az nagyon vonzó volt Kecskemétben, ugye, hogy közel van Pest, és hogy most már sokkal könnyebben elérhetjük a családunkat. Ez volt az egyik. Egy kicsit meséljetek arról, hogy hogyan néz ki egy hetetek itt Kecskeméten. Gondolok itt a szolgálatra, a hittanórákra, az istentiszteletre, az egyéb lelkészi dolgokra, és a családi életre, a 3 kislány nevelésére. Hogyan lehet ezeket összeegyeztetni? A hetünk, a lelkészi munkának az a nagyon nagy értéke és különlegessége, hogy minden hét teljesen más. Nagyon kevés fix program van, ami minden héten ismétlődik. Egy biblióra, pár hittanóra. Nekünk, mivel hitoktatók vannak a gyülekezetünkben, ezért kevés hittanóránk van, jobban tudunk koncentrálni az itteni teendőkre, amiből jó sok is van, és bőven nem unatkozunk ebben a gyülekezetben. De pont ebből fakadóan minden héten más, másokkal kell egyeztetni, más felvétel van, hivatalba, önkormányzathoz menni, tárgyalni emberekkel, tehát hogy már minden hét más, és ez adja a szépségét is, hogy nem minden itt van, hanem ahhoz el kell menni, tehát akkor tulajdonképpen a testmozgás is megvan, nem ülő munkát végzek, bár most éppen ülünk, de sokat vándorolunk és járkálunk itt a városban mindenféle ügyeket intézve. De azért jelentős mértékben a gyerekeink határozzák meg, de hát az a fix, hogy őket reggel óvodába, bölcsödébe elvisszük, délután pedig értük kell menni, és a kettő közti időt pedig nagyon hatékonyan és nagyon jól szervezve a napunkat igyekszünk úgy kitölteni, hogy mindenre bőven maradjon, és minőségi módon el tudjuk végezni. Gondolom, hogy a Barack Virág óvodába járnak. Igen, a nagyobbik legalábbis, mert ő óvodás, a kicsik meg a szembe lévő bölcsödébe járnak.
Amikor beszélgettünk erről az interjúról, hogy milyen körülmények között hol vegyük föl és kik szerepeljenek benne, akkor azt mondtátok, hogy nem szeretnétek, hogyha a kislányok szerepelnének benne, és hogy ne legyen az otthonotokban a felvétel. Miért döntöttetek így? Azért döntöttünk így, mert a régi mondás ez, hogy a parókia fala üvegből van, és mivel ilyen hivatást választottunk, ez azzal jár, hogy bizony sokan értesülnek az életünk nagy eseményeiről, és sok mindent látnak az életünkből, és ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, és a mai lelkészképzésben is már így tanítják nekünk, hogy a magánszféra védelme az egy olyan alapvető és szigorúan védendő területeket, hogy legyen az életünknek, ahová nem nyer betekintést más, és erre nagyon erősen törekedni szoktunk, hogy az otthoni terünk, ha már annyira nyilvánosan élünk, és tényleg a prédikációban is vasárnap tulajdonképpen minden gondolatunk, lelkünk, minden rezdüléséről tud több száz ember, akkor legalább maradjon egy olyan pár négyzetmétere a világnak, ami még az emberek elől elzárt, és számunkra valóban a saját otthonunká tud válni. Nekünk igazából nincsen mintánk arra, hogy milyen lehet lelkész gyerekének lenni, mert hogy mind a ketten olyan családban jövünk, ahol mi vagyunk az első lelkészek. Nincsen a felmenőink között nincsen lelkész. Viszont Patrikkal, amikor megszülettek a gyerekeink, akkor azért erről beszélgettünk, hogy hát mit szeretnénk, vagy mit nem szeretnénk, hogyha a gyerekeink lelkész gyerekként, mert hogy ez egy ilyen speciális helyzet, mit szeretnénk, hogy hogyan éljenek ők. És tulajdonképpen nálunk ez egy ilyen tudatos döntés volt, hogy csak annyit szeretnénk a gyerekeknek így a mi hivatásunkból átadni, amennyit majd ők is, hogyha már nagyobbak lesznek, feltétlenül szükséges, vagy nem tudom. Tehát például, hogyha nyilván azért átjönnek velünk családi istentiszteletre, vagy gyerekórára, tehát hogy ez így nekik gyerekként szerintem elég, amennyit részesülnek, és hogy ezen felül viszont nem várjuk el tőlük, hogy a mi hivatásunkból, ami a mi döntésünk, és mi választottuk magunknak, nem várjuk el, hogy ők így ebben részt vegyenek, vagy bármilyen módon. Azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyülekezet részei legyenek, ők is ugyanolyan tagjai legyenek a gyülekezetnek, mint más gyerekek, viszont azt nem várjuk tőlük, és nem is várhatjuk tőlük, hogy a gyülekezet építésnek az eszközei legyenek. Tehát, hogy őket is vigyük mindenhová, hova megyünk, hiszen ők nem azért vannak, ők egy gyerekek, ők gyerekek, akiknek a szülei ilyen nagyon szép hivatást választottak, és ezért próbáljuk őket a gyülekezetben úgy bevezetni, és úgy megtartani őket, mint hogyha ők is gyülekezeti tagok lennének.